A korszerű almás kertek tulajdonosai járhatnak jól az idei almaszüret után. Jó minőségű almából kevesebb lesz idén, a termés nagyobb hányada léalmába kerül. A szélsőséges időjárás nem csak hazánkban, hanem más európai országban is megtépázta az almatermést, az importmennyiség pedig nagyban befolyásolja a hazai értékesítést. Rácz Imre, a megyei agrárkamara elnöke a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan alakult tehát az idei almatermés a tavalyi, vagy az elmúlt évekhez képest? Hát várhatóan az elmúlt évekhez képest a közepestő valamivel gyengébb termés várható Magyarországon, és úgy gondolom, hogy ez a Lengyelországra kitekintve valamivel jobb a helyzet, ugyanis ott nagyobb károsodást okozott a téli fagy. Eznek az eredménye az, hogy Magyarországon nagy kereslet van most az étkezési gyümölcs után, ugyanis várhatóan a lengyelek most nem fognak annyi almát beszállítani Magyarországra, és ez a mi Magyarországon étkezési almaként megterem, arra szüksége van a magyar lakosságnak, és ez körülbelül 150-200 ezer tonna lehet. És valóban igaz az, hogy sok gyümölcs átkerül, ahol fagyléces vagy a mérete miatt a léalma arányába, ezzel a léalmaban nem jelentkezik majd ilyen kiesés, mint az étkezési alma vonatkozásában. Hány százalék lehet jó minőségű, igazán jó étkezési alma, és ebből mennyi az, ami import minőség, illetve export minőség? Hát sajnos Magyarországon egy ilyen 30%-ot alig haladja meg az alma termésnek, ami igazán étkezési almaként forgalomba hozható. Nagy százalék a léalma aránya, bár ezt egy kicsit az is torzítja, hogy körülbelül 5-6 ezer hektár körül van az, amit direkt léalmának ültetünk, telepítettünk el, és ez egy kicsit ezt az arányt torzítja. De körülbelül 3500 hektár van Magyarországon olyan ültetvény, ami képes étkezési almát teremni, és körülbelül 1500 hektárnak a pályázata vár elbírálásra. Ez valamelyest, ha ez eltelepítése történik a közeljövőben, javíthassa ezt a rossz arányt, amire nagy szükség van, ugyanis rengeteg az olyan ültetvény, ami Magyarországon még a TSS gazdasági időszakból megvannak, aminek a életkora 30 év fölött van, ezeket már nem szabad lenne tartani, csak azért, hogy ez a bizonyos támogatások és a léalma arányát növelje, illetve a mindenféle számítások, statisztikai számításoknál szerepelnek és negatívunként határozzák meg a gyümölcstermesztést Szabolcs megyében is, és az országban is. Milyen mennyiségű az, amit exportálni tudnak, és egyáltalán milyen piacokra, hogyan alakul hát a kereslet a magyar almáját? Nagy érdeklődés van Anglia irányából, ami a szokottól eltér, ugyanis nem nagyon szállítottunk oda almát iskola gyümölcsprogramban, amit ilyen 60 mm közötti átmérőt szoktunk iskola gyümölcsprogramba beszállítani az iskolákba, intézményekbe. Erre nagy igény jelentkezik, több kamion szállítanának ki heti alkalommal. Ez a Magyarországon megtermelt esetleg az étkezésének az alsó méretét megütő szintet, ha ki tudnánk vinni Angliába, ez magasan tartatná az almárat egész szezonban Magyarországon. Milyen az alma ültetvények telepítése iránti kedv, vagy egyáltalán milyen jövőképet tudnak mutatni az alma termelőknek? Hát én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban a vízjogi engedélynek a megszerzése, illetve a nem áll rendelkezésre kézimunka erő a betakarítási időszakban, ez egy kicsit megtorpantotta ezt a kedvet, még akkor is, hogyha egy ilyen évben vagyunk, ahol a léalma a megszokott átlagostól magasabb áron indult el, illetve az étkezési alma iránt is nagy a kereslet, és az árak is jóknak mondható. Mégis a mindenki azzal foglalkozik, hogy ugye a vízjogi engedély, illetve az öntözés feltétele a telepítésnek, hogy csak öntözött területre lehet telepíteni. Az engedélyeket nem lehet szinte lehetetlen beszerezni jelenleg, arról nem is beszélve, hogy milyen áron lehet megszerezni.
egyik része, ami akadályozza, hogy azt a bizonyos 19 milliárdot nem tudtuk igénybe venni, pályázattal lekötni. A másik pedig az, hogy ha elgondolkodtunk azon, hogy a későbbiekben se lesz, akivel betakarítjuk, ha most valakinek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a közepestől egy jobb termése van, akkor már most azon kell izgulni, hogy november elején hideg lesz, vagy nem lesz hideg, lefagy, vagy nem fagy le, mert egyébként nem tudja a szüretet befejezni, mert a közünk a program elszívja az embereket, és onnan hiába áll pozitívan az önkormányzat, polgármesterek a gazdálkodóihoz, hogy elengedi az embereket fizetetlen szabadságra, nem akarnak onnan eljönni az emberek, azt mondják, hogy 20-30 ezer forintért nem mennek el dolgozni, mert az a 70-80 ott is jár nekik, és azt már nem veszik figyelembe, hogy az a 70-80 ezer forint is valakinek a kárára jár nekiek, és nem 20-30 ezer forintért dolgoznának, hanem 110 ezer forintért valamit itt nagy sürgős tennivaló van. Talán még szeptemberben, ha elkezd az országgyűlés foglalkozni ezzel, és sürgős megoldást. Tesz javaslatot az Agrárkamara? Az Agrárgazdasági Kamarának igen, az elmúlt időszakban is voltak már, és nincs is jobb javaslatunk. Nekünk az volt a javaslatunk már 2014-ben, hogy a 2014-ben 30 napot el kelljen tölteni a közmunkában eltölt vagy dolgozó embereknek a versenyszférába ahhoz, hogy jogosultságot szerezzenek a következő évben szociális ellátásra vagy közmunkaprogramban, és ezt minden évben 30 nappal szerettük volna megfejelni, és ha elértünk oda, hogy mindenki 90 napot a versenyszférába dolgozna, az pont a betakarítási időszakot kitöltené. Igen, és 57 milliárd forint maradna meg az államkasszába. Most én úgy gondolom, hogy azzal is sokat segíthetnénk, és egy másik javaslat az volt, hogyha a közmunkaprogramban való részvételt megszakítsa valaki azzal, hogy eljön a versenyszférába és ledolgozik 60 napot, azt a 60 napot kapja vissza decemberbe vagy januárba, ugyanis a közmunkaprogramban túl hasznosabb munkát végezne most, ha elősegítené a betakarítási időszakban ezeknek a gyümölcsöknek a betakarítását, és ha visszaemlékszünk arra, hogy a vidéken élő emberek soha nem voltak képesek önerőből a betakarítást elvégezni, mindig a katonaság, a egyetemek, főiskolák, tanulók, középiskolások ott kezdték az évet, és mindegy volt, hogy valaminek jó ára van, vagy csekélyebb az ára. A lényeg az volt, hogy minden áru raktárba kerüljön. Én szerintem most is be kellene látni, hogy nem áll rendelkezésre. Hát az én településemen 6300 lakosa van a településnek, és több mint 600 közfoglalkoztatott. A működő TSZ, illetve állami gazdaság időszakban sem dolgoztak a mezőgazdaságban többen. Most ez a 600 ember hiányzik, onnan a területek ott vannak dinnyével, dohánnyal, gyümölcsféleséggel, csak éppen az emberek máshol végeznek feladatot. Elnök úr, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, reméljük, hogy meghallgatásra találnak ezek a jelzők. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ezt mind elmondhattuk.